A műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Folytatódik a havazás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga, vagyis másodfokú figyelmeztetést adott ki Jász-Nagykun, Szolnok és Pest megyére, valamint Budapestre a várható erős hófúvás miatt. De az ország többi részén Békés és Komárom-Esztergom kivételével elsőfokú riasztás van érvényben. Az ország nagy részén újabb 5-15 cm friss hó valószínű. A télies útviszonyok miatt a katasztrófavédelem arra kéri az autósokat, hogy aki teheti, ne induljon útnak. A közútkezelő szerint ennek ellenére minden út járható. Gyakorlatilag az általunk üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat mindegyik szakaszán téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak a közlekedők, annak ellenére, hogy az éjszaka, illetve a reggeli órákban is közel 600 munkagéppel végeztünk hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. A főutak valamelyest jobban járhatóak, ugyanakkor a mellékúthálózaton nagyon sok helyen havas vagy letaposott havas szakaszok váltják egymást, Szombathely térségében pedig jégbordás szakaszok is kialakultak. Járhatatlan út vagy elzárt település szerencsére nincs az országban. Jól járhatóak a főútvonalak a fővárosban, ugyanakkor a mellékutakat sok helyen még nem takarították. A BKV járművei mindenhol tudnak közlekedni, de Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint kisebb fennakadások előfordulhatnak. Tegnap este a havazás miatt több budai vonalon is leállt a buszforgalom. A 91-es, a 191-es és a 291-es buszok több órán át vesztegeltek. A buszokat az út szélén állították meg, az utasoknak gyalog kellett tovább menniük. Az FKF végül éjfél előtt elkotorta a havat az érintett útszakaszokon. A vonat közlekedésben sem okoz komolyabb problémát a havazás, a hófúvások miatt viszont több vonalon is késésekre kell számítani. Regionális szinten nincsen fennakadás a vonat közlekedésben, a távolsági vonatok csatlakozása miatt azonban a nap folyamán előfordulhatnak késések, ugyanis Szolnok állomáson váltóállítási problémák jelentkeztek, emiatt az erre közlekedő vonatok átlagosan 30-40 perccel hosszabb menetidővel közlekednek. Jelen pillanatban nem is a havazás okozza a legnagyobb problémát, hanem a lehullott havat a szél, illetve az elhaladó szerelvények a sínek, illetve a váltók közé sodorják, így pár milliméteres csapadék is megnehezíti a váltók állítását, amelyet kollégáimnak kézi erővel ki kell seperniük a váltószerkezetekből.